di rigore, esce il portiere che riesce a mettere fuori la palla. Ancora Bole in possesso palla, bello e sinistro, un euro gol del numero 4 ungherese Bole. Most viszont helyzetben a Kaposvár, Bőle, Máté mellett vissza, tekerés, óriási volt, vezet a Rákóczi, Máté mellett visszahúzta, Bőle a labdát a 16-oson belül, és eltekerte hosszú felső sarokba, Jáin Csillára nyújtózott, vezet a Kaposvár. Balázs Benyámin, jó a váltás, Bőle Ferics felé, Zitzerben Ferics, le, egy esernyő csele, megveri Hidvégi. Még egy esernyő. Most már Hidvégi felett nagyon beborult. Aztán jön a beívelés, Kocsáti fejeli ki. Bőle most megküzdná. Ez nagyon jól viszi előre. Ferics elveszíti a labdát. Bőle hozta fel, Bőle még mindig Bőle. Fehérmezesek Bőle, tetszetőse. Bőle trükközi. Bőle. Hirtalannak komoly gondot okozhat. Bőle, és szöglet. Nézzük meg abban a pillanatban, ahogy átvette, és itt megküzd a Máritus. Beadás, a támadás befejezés, akár Bőle. Egészen jó lövés lett a végén. Pontosult előre a labdát Bőle. Bőle erre rástartolhat, és nagyon gyors. Bőle az alapvonalnál, azt a mindenit, hogy kezd a Kaposvár. Nézzük meg, itt jön Bőle felé a labda, középre fejeli, majd itt visszakapja, és teljesen le van maradva a Fradi védelem. Bőle felé a labda. Bőle megpróbálja visszahúzni a rövid sarokra. Jó játszik Bőle. Igen. Nagyon ügyes kis táncról van szó. Bőle jelzi, hogy melyik variáció. Kapura! Nem is volt rossz, meglepő dolog volt, úgyhogy nézzük csak meg, hogy Végzol is az utolsó pillanatban, ő kilép már a beadásra, és az utolsó pillanatban lép vissza. Adner, ez kitűnő indítás volt most, Bőle játssza középre a labdát, Zafarics még mindig, megpattan szöglet. Szabó mellett, Bőle még mindig, oldalra Szafarics, Bőle, cikázik ott, Bőle szabadrúgás, Rehsinger buktatott. Bőle mozgékony, ezt kideríthettük most itt néhány perc alatt, tehát lehet, hogy érdemes lett volna korábban behozni őt.
egyből leküldi, meg középre, és aztán egyből szépen csavarta be Böle. Hosszan vette át Frésinger. Böle keresztbe megy, Bölénél köt ki a túloldalon. Bölének segítsége lenne szükségnek, ketten próbálják ott a szörnyet zászló felé puszkolni. Egyedül bevállalja Böle, Quintero, de már szabadúzás. Frésinger volt szabálytalan. Azért ez a maga nemében bravúr volt, hogy ilyen szorongatott helyzetből kívott hozni egy szabadúzást Böle, és teljesen jogos is az ítélet. Böle élesen be a kapu elé, Szücs ötözte ki a mezőn. Értett a vezetőedzőt, rögtön lehetőség elé kerül Böle, el is növi, lábbal tudod Malajca menteni, Olá pedig. Böle. Jó meglátás. Nagyon akarják ezt a három pontot. Böle ügyesen cselez befelé, veszélyes lövés. Ott volt azért Stevanovic is, tegyük hozzá. Böle. Okukas kinttel a jobbján, Böle húz befelé, és lövőhelyzetben találja magát Kuruc. Jobbról befelé indulva lehet ilyesmire számítani Bőlétől. Jó lehet az még, menj Hárt! Szép megoldás Bőlétől, Szepari Bőlét keresi és meg is találja ezzel a labdával, Böle. Szöglet! Ez még az alapvonalon belül készítette a labdát. Harmadik kaposvári szöglet jön. Jó rég volt a nem láttuk sorozatás. Böle, Kovács, Böle, nagyon gócsel, nagyot is ott hagyja, Böle vissza, Kuruc, Balázs próbálkozott, nagyszerűen ment el a jobb oldalon Böle. Nem sokszor léptek meg egyébként a kaposvári szélsők. Böle. Volna a játékát a vendégcsapat. Böle mögé ment egy picit a labda. Böle még. Két ember között szépen okukán. Edo előre. Böle. Még mindig Böle. Valakinek kellene segítenie Bölét most. És meg hozzá pontosan emberhez Böle. Böle bátran, visszarántás, Takács Sárgát fog kapni. És vitatkozik Takács, nagyon jól tudta, amikor már az ellenfél után nyúlt, hogy ezzel jár majd. Olyan lendülettel ment Böle, hogy meg kellett ezt kockáztatni Takácsnak. Jó a csúsztatás!